A téli időszak hagyományosan a disznótorok ideje is. Vagyis hát volt, mert ma már falun is nagyon kevesen tartanak hízót. Az ünnepek alatt viszont igencsak megnő az érdeklődés a vágni való sertések, és elsősorban a belőlük készült háztáji termékek iránt. A Murányi fennsík területén található erdőköz határában 12. alkalommal rendeztek nemzetközi böllérfesztivált, hogy felelevenítsék a szokásokat és elkészítsék a finomabbnál finomabb specialitásokat. A Nemzetközi Böllérfesztiválra az ország minden tájáról érkeztek érdeklődők és versenyzők egyaránt. Magyarországról minden évben jönnek a gömöri betyárok és huszárok csapata, akik rendszeres résztvevői a fesztiválnak. Lesz egy rendes sütnivaló kolbász, amit majd itt fogunk kínálni, illetve csinálunk egy káposztás kolbászt, amiben a kolbász masszába majd savanyú káposztát keverünk bele, és akkor azt fogjuk megsütni. Máskor is csináltunk már ilyet, nagy sikere volt. Amíg a gömöriek a húst készítik elő a kolbászhoz, addig a szomszédos asztalnál már éppen a sült vért készítik. Pár asztallal tovább pedig egy igazán helyi specialitásnak mondható slambucféleség készül. Akurat mészim cesto. Éppen a tésztát gyúrom, ami se nem puha, de se nem kemény. A lényeg, hogy ki lehessen nyújtani, majd csíkokra vágom és bedobom a katlamba. Utána kivesszük és burgonyával, hagymával, szalonnával és jutóróval összekeverjük, mondja ez a helyi versenyző. Ma már a böllér szakma nem tartozik az igazán keresett szakmák közé, a visszaszorult háztáji állattartás miatt. A házias ízekre viszont egyre nagyobb a kereslet, állítják a szakemberek. Megvan az a réteg, aki a házias dolgokra esküszik, és azért télen mindig vágnak egy-egy disznót. Mindig van egy-két udvar, ahol azért tartanak csirkét, tartanak egy pár darab bárányt, esetleg disznót is. De sokan vannak úgy, hogy felhordják a hízót az alföldről, és akkor a disznótor azért megvan. Tehát inkább megveszik élve, hogy ne kelljen vele bajolni, kifizetik a gazdának, aki tart még, és akkor a disznótor az nem marad el a télen. De térjünk még vissza a helyi specialitásokhoz. Tokaszalonna, fokhagymás máj, tarja, szűzérmék, hagymásvér, és természetesen kolbász és hurkafélék különféle receptek alapján. Itt remek a hangulat, azt hiszem, ha tehetjük, akkor minden évben el fogunk ide jönni. A legfinomabb a hurka volt, amiből hazaveszünk, de a hurkán kívül minden íz lett. Fantasztikus minden. Tényleg, mondja ez a látogató. Nagyon jó érzük itt magunkat. Bomba az akció. A Böllér Fesztiválon kitűnő hangulat uralkodott egész nap. Az Ukrajnából érkezett Ludmila nem kapcsolódott be a versenybe, de szívesen kínálta tradicionális borscslevesét. Az ő kedvén viszont érezhető volt, hogy most inkább otthon főzne. A fesztiválra búfelejteni jött, barátai biztatására. Mindenek előtt békét szeretnék. Kívánom mindenkinek, hogy legyen béke és szeretet. Egészségben és békében éljünk mindannyian, mondja ez az ukrajnai menekült. A 12. alkalommal megrendezett Böllér Fesztivál szervezői a kezdetektől a hagyományok és értékek bemutatására törekednek. Amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az erdőközi toroskóstolás az ország egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt évek során.